amikor elkezdtem itt táncolni, akkor egyértelműen egy lány miatt történt ez, és akkor utána meg megszerettem a közösséget, megszerettem ezt a települést, megszerettem a bukovinai székelyeket, és ide kötött. A székelykörnek az elnöke a Csöglei Istvánné, én a táncsoportnak vagyok a vezetője, hát unszolás árán lettem, én nem akartam ilyen felelősséget magamra vállalni, de aztán egy bál hajnali óráiban az elnök asszony meggyőzött arról, hogy alkalmas vagyok erre a feladatra, a közösség táncos tagjai pedig elfogadtak. Sok helyen táncoltam az életem során, sok mesterem volt, illetve amikor már valamit megtanultam, akkor nagyon sokat videóztam otthon archív felvételekből, és önképzést folytattam. Körülbelül 70 táncossal dolgozunk most itt Hölgyészen, ennek a fele a kisbokrétás utánpótlás csoport, a másik fele pedig a nagy együttes, és hetente egyszer próbálunk minimum, de vannak olyan rendkívüli alkalmak, mint a mai is, amikor egy héten kétszer is, hogyha éppen van egy felkészülés valami nagyobb fellépésre. Most például hétvégén Izménybe megyünk, vasárnap a bukovinai székely gyermekcsoportok találkozójára, ezért most a kisbokrétásoknak egy rendkívüli próbát hoztunk össze. Egy-két látadás! Egy műsorszámot kértek, egy műsorszámot viszünk, ez egy körülbelül 15 perces szám, legényavatás címmel, tudják már a táncosok, csak most még gyakorolni kell. A nagy együttessel, illetve a kisbokrétások közül egy-két fiatalabb táncossal Csíkszeredára fogunk elutazni az Ezer Székely Leány napjára júliusnak az első hetében, az mindig első szombatján van júliusnak. Úgyhogy az egy kihívás lesz számunkra, de egy jó közösségi élmény is, 6 napot fogunk ott tölteni Erdélyben. Csíkszentkirályra megyünk, ott van egy baráti közösség, egy táncsoport, akikkel jó kapcsolatokat ápolunk, és ott fogunk lakni Csíkszentkirályon 2 panzióba, mert 48-an utazunk egy nagy busszal, és Csíkszeredán az Ezer Székely Leány napján lovas szekerekkel fogunk megjelenni, amit kapunk ott az erdélyi fiataloktól, és elvileg a csíksomlyói nyeregben a nagy színpadon táncolhatunk egyet, 1000 székely lány között lesznek a mieink is. Az a szerencsés helyzet van, hogy most eljutottunk már arra szintre, hogy vannak komplett családok az együttesben, ahol a gyerekek a kisbokrétában, a szülők pedig a nagy együttesben táncolnak. És akkor ez egy közös élmény, egy kis mikroközösség erősíti a nagy együttesnek is a munkáját. Hadd halljam azt a lépőt! Nem sietünk fel! Háj, nem sietünk szépen nyugodtan! Egy, két, háj! A táncsoportnak tehát a nagy együttesben több a vidéki táncos, de a kisbokrétásoknál, a gyermekeknél ott elsősorban hölgyésziek tartózkodnak az együttesben. Van, aki Budapesten tanul, Budapesten dolgozik, hétvégén jár haza, ezért mi általában hétvégén, szombaton gyakorlunk. Ez egy rendkívüli alkalom, hogy most itt vagyunk kedden. Nagy együttesünk az már négyszeresen kiválóra minősült országos minősítő színpadon, ezen kívül Muharai díjjal és Sebestyén Ádám díjjal is büszkélkedhet, illetve Hölgyészért érdemérmet is kapott már, úgyhogy elég jó az együttes elismertsége. A viseleteket azokat az kell anyagi forrás, hogy azok előteremtődjenek, főleg amikor 70 táncos kell felöltöztetni, de szerencsére megvan erre a hátterünk, anyagi hátterünk, és hát a nagy együttesben a felnőttek már fel tudnak öltözni maguktól, a kisbokrétásokat azokat öltöztetjük, de ezáltal az öltöztetés során egy csomó olyan tudást és képességet szereznek, amik egy idő után őket is alkalmassá teszik arra, hogy maguktól belebújjanak ebbe a viseletbe, és megtanulják ezt a viseletet viselni, hiszen ez a lényeg, hogy ezt viselni kell. Én azt gondolom, hogy a nemzeti értékeknek a
a képviselete és azoknak a megőrzése, ez minden magyar ember számára fontos kell, hogy legyen. És a mi kezünkben van az a lehetőség, a mi korosztályunknak és a mi felnőtt együttes táncosainak a kezében van az a lehetőség, hogy ezeket a kis gyermekeket megtanítsuk a nemzeti értékekre, a magyar kultúrára, illetve a bukovinai székelyek kultúrájára, hiszen mi elsősorban azt képviseljük. Régebben ezek a dolgok maguktól öröklődtek, annak idején a táncos alkalmakban a kisgyermekek a szülőktől, nagyszülőktől, felnőtt emberektől ellesték a tudást, a képességet, a motivumokat, ellesték a gesztusokat. Ezek a táncos alkalmak most már egyre kevésbé vannak, helyette vannak ezek a táncpróbák, ahol figyelnek minket a kisbokrétások. Nagyon sokszor tartunk közös próbákat velük egyébként, mert nézik, hogy a felnőttek hogy mozognak, hogy táncolnak, hogy viselkednek. És ezáltal szerintem az érték áttöröklődik, és ez a legfontosabb. Oda teszem, forró! Hopp!